Szabadkán július óta nincs új megbetegedett. Akkor egy idős palicsi férfinél fedezték fel a nyugat-nílusi vírust. Elképzelhető, hogy több személyt is megcsíptek a fertőzött szúnyogok, de az esetek 80%-ánál tünetmentes a betegség. Akár ez a szúnyog is hordozhatja a nyugat-nílusi vírust. A legfontosabb a szobákban irtani ezeket a szúnyogokat. A szakember szerint csak a zárt helyiségekben kell odafigyelni ezekre a vérszívókra. A szúnyogok Colex pipiens faja, amely hordozhatja a betegséget, a természetben nem szívja az emberek vérét. Kada su na polju, oni se praktično hrane samo na pticama, znači isključivo su orijentisani na ptice, a ljude ujedaju samo u zatvorenim prostorijama. Vajdaságban az elmúlt napokban nem regisztráltak újabb megbetegedést. Múlt héten 6 nyugat-nílusi vírussal fertőzött személyt találtak a tartományban. Szabadka bizonyos gócpontjain a napokban permetezték a talaj közelében található szúnyogokat. A városban nem szaporodtak el a vérszívók. Od ranog proleća je započeto tretiranje larvi komaraca, što isto doprinelo smanjenom broju odraslih jedinki, koje u stvari predstavljaju problem za sve nas. Iz tog razloga celo leto nismo imali povećanu brojnost komaraca. A nyugat-nílusi betegség szezonális jellegű vidékünkön. Augusztus-október között jelentkezhet a megbetegedés. A fertőzötteknél magas láz, fejfájás léphet fel. Specifikus terápia, oltóanyag jelenleg nincs. A legjobb védekezés a megelőzés, vagyis a szúnyogirtás.